Tisztelt látogatói, nézőim, hallgatóim, kedves barátaim, egy rövid kis adalék a ceglédi gyermekveszélyeztetési botrányhoz, amiről ugye most már meglehetősen régóta értekezünk itt folytatásokban. A következő történik, ugye anyuka fölhívja apukát, és hát csodálkozva mondja neki, hogy hát nem is értem, hogy tehát hogy gondoltad te azt, hogy majd nálad elhelyezik a gyereket, hát csupán azért, mert hát itt én nálam veszélyes. Hát azt nem lehet, hát neked nem mondták meg az ügyvédeit. Hát két ügyvéd is mondta nekem, hát két ügyvéd is megmondta, hogy nem, hát az ellenértékű félnél az teljesen kizárt. Hát persze, hogy nagymamánál helyezik el a gyereket. Na most hát anyukának innen üzennénk, hogy az a két ügyvéd, aki önnek ilyesmit mondott, az libáért vett a diplomáját. Ráadásul gyanítom, hogy kóser libáról lehet szó, mert ugye vélelmezem, hogy ez a csákiféle társulathoz tartozó ügyvédek valamelyike volt, nem tudom, Steiner úr, vagy valott egy ilyen mazsíszes kiválóság. Lehet, hogy nem, csak mondom, ugye nem hangzott el anya részéről név, de hogy két ügyvéd is, hát gyanítom, hogy ezek közül kérdezett meg valakit. Na most, kedves anyuka, innen üzenem önnek, hogy ugye a gyer 95-ös paragrafusának első bekezdése egyértelművé teszi, hogy mi a prioritás. Tehát amikor a gondozó szülőtől ki kell emelni a gyereket, akkor elsődlegesen a külön élő másik szülőhöz, illetve rokonhoz, és hogyha ez nem lehetséges, akkor ugye egyéb lehetőségekhez kell ugye folyamodni. Tehát mondom, a prioritás az bizony minden esetben a külön élő szülő, már csak azért is, mert nyilván az a legfontosabb kötődése a gyermeknek, ugye a gondozó szülő után, sőt sok esetben a gondozó szülőt megelőzve is. De általában azért valamelyest utána. És nyilván nem a nagymama, meg egyéb, mert azok már ugye hátrébb vannak a sorban. Tehát mondom, aki önnek ezt mondta, az teljesen hülye volt a joghoz. Ez azonban nem meglepő, hiszen én ugye találkoztam már egy beadvánnyal, amit Csáki Andrásnak egy ügyvédje írt. Hát abban is olyan mennyiségű hülyeség van, hogy jól lehet látni, hogy az illető is libáért vette a diplomáját. No de nem ők az egyetlenek. Ugye 18 ezer ügyvéd van Magyarországon, ebből körülbelül 2-300 ért a joghoz, a többi az teljesen hülye. No kérem szépen, de menjünk azért egy kicsit tovább. Hát ugye jön a kapcsolattartás, és ugye a gyerek kezdi előadni a mendemondákat. Hogy hát hogy is van ez? Hogy hát mindannyian ott vagyunk a mamánál. Hát ki a mindannyian? Hát anya, meg hát az új, ugye most nem akarom mondani, hogy hogy nevezi, mert abból ugye azonosítani lehetne, tehát az anyának az új férje, meg az új gyerek, meg minden, de mondom, hogy mindenki oda költözött, tehát nem erről volt szó, hogy a gyermek áthelyezés az azt jelenti, hogy egész család átköltözik a mamához. De ez úgy van, és akkor kihoz, kivisz, hát a mama visz iskolába, mama is hoz, és akkor a mama átad az anyának, mert akkor a mama elmegy dolgozni, és amíg elmegy dolgozni, addig a anyánál vagyok. Ugye? Na de ez még hangsúlyozom, ez nem is igaz. Ez egy része igen, egy része nem. No, utána még mondja is a gyerek, hogy hát neked ezt kell tudni, apa, neked ezt kell tudni. Aztán végül, amikor a beszélgetés befejeződik, már otthon, akkor mondja, hogy na ide figyelj, most akkor vagy az igazat, vagy semmit. És akkor a gyerek elmondja, hogy hát az igazság az, hogy természetesen senki nem kötött sehová, anyjánál van továbbra is, ő hozza vissza kész. Kérdezi apuka, hogy hát akkor most miért mondtad az előbb ezeket? Azt mondja, hát mert neked ezt kellett mondani. Azt mondja, hát ki mondta ezt neked? Hát anya. Édes jó Istenem, és ez a bohóc cirkusz, ez Cegléden nagykörösi segédlettel, Paperika Tünde, ugye gyámügyi osztályvezető, nagykörösi gyámügyi osztályvezető segítségével, ugye így mehet ez a cirkusz. Szóval az embernek azért nagyjából az esze megáll. Ami azonban a lényeges, hogy pár nappal ezelőtt megkereste egyesületünket telefonon egy ceglédi illetőségű személy. Ilyet, tehát hangsúlyozom, nem tudjuk, hogy konkrétan kiről van szó. Azt tudjuk, hogy bemutatkozott, és ő elmondta, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. De azt is mondta, hogy természetesen névtelenséget kér tőlünk. A telefonszámát nem tudtuk azonosítani, mert ugye rejtett számról hívott, tehát csak arra tudunk hagyatkozni, hogy mit mondott. Ami aztán vagy úgy van, vagy nem úgy van. A rövid lényege minden esetre az, hogy az édesanyja állítólag
elmondta neki, mert hogy valami jó kapcsolatban vannak az édesanyjával, talán rokoni kapcsolat, de elmondta neki, hogy hát tulajdonképpen ezt az egész dolgot ők előre megbeszélték, ugye a nagykörösi járási hivatallal, tehát hogy maga a járási hivatal elmondta nekik, hogy hát kérem szépen nem tudunk már mit csinálni, mert a kormányhivatal egyszerűen mindenáron elvárja tőlünk, hogy vegyük már ki onnan azt a gyereket, tehát hogy legyen már meg egy ideiglenes hatályú elhelyezés, hát akkor csináljuk így, jó, hogy akkor mama jó, akkor vegyük úgy, hogy magánál van mama, és akkor majd mindenkinek azt mondják, hogy ott van. De ez a fránya gyerek, ugye elpalaszolta anyuka ennek a bizonyos ismerősének, hogy ez a fránya gyerek mindig elmondja az apjának, hogy mi a valóság. És hát ez ugye nagyon kellemetlen, mert hát annak idején mondta is nekünk a járási hivatal, hogy hát vigyázzunk aztán nehogy a gyerek lebuktassa ezt a bulit. És hogy most állítólag le is szúrták, hogy hát megmondták neki, hogy ez így nem megy, illetve nem fogják tudni tartani a hátukat tovább, hogyha a gyerek rendszeresen elmondja, hogy mi a valóság. No, nem tudjuk, hogy ez így van, vagy nem így van, mindesetre az illető úgy mutatkozott be, mint rokona az anyának, ha pedig így van, akkor ez azt is jelenti, hogy dr. Csáky András ceglédi polgármester élettársának is valami rokonáról van szó. Most mindegy. Mindenesetre, ha valóban így van, tehát ha valóban az a személy, akinek bemutatkozott, akkor azt kell mondjam, hogy Cegléden bomlik az egység. Tehát az az összezáró kis, vagyis mondjam, helyi kis királyság, amit én ugye úgy jellemeztem, hogy ugye a szemétdombok, kukorékolók, akasok gyülekezete, ebben valahogy úgy tűnik, hogy bomlik az egység. Tehát most már van valaki, aki azt mondja, hogy most már ebből nekem is elegem van. No, én azt tudom mondani, hogy ha tényleg így van, akkor talán szerencsés lenne, hogyha ezt nem nekünk mondanák, hiszen nem nekünk kell megváltoztatni a ceglédi abszurdumokat, hanem mondjuk megkeresnék polgármester urat, és nem mondanák, hogy figyelj te, András, te csinálj már rendet itt ebben a kuplerájban. Hát mégiscsak te vagy a polgármester, nem? Te vagy az a kakas, akit kukorékolsz fönt. Hát akkor csinálj rendet. Úgy gondolom, semmi akadálya nem lenne, és valószínűleg jobb megoldás lenne, mint az, hogy ezt az ön és közveszélyes anyukát rendszeresen meghívják ugye polgármester úr különböző rendezvényeire, egyebeire, és ott tetszeleg meg villog, és közben megfolynak ezek a abszurd mutyik ugye a járási hivatal a nagykörösön. Na, még annyit hozzátennénk, hogy azért teljes legyen a kép, személyi összefonódások, egyebek. A járási hivatal, tehát a nagykörösi járási hivatalnak a vezetője, tehát nem a gyámügyi osztály vezető, hanem a járási hivatal vezető, az történetesen ceglédi lakos. Tehát, hogyha neki valamilyen személyes ügye van ott, valamit kell intézni, akkor őnek is, ugye dr. Csáky Andás jó indulata, az fogalmazunk úgy, hogy nem mindegy. Tehát ezért mondom azt, hogy amikor Ceglédről valamit áttesznek Nagykörösre, hát ezt a kormányhivatalnak is ugye jobban oda kellett volna nézni, mert ez világos, az olyan, mintha semmit nem csináltak volna. Hát ugye Paprika Tünde de még agresszívebb módon folytatja a mutyit, mint ahogy ugye ezt Cegléden elkezdték. Hát tisztelt barátaim, most ugye már eljutott oda a dolog, hogy az újabb hangfelvételeket is csatoltuk az Emberi Erőforrások Minisztériumának is, és a Pest megyei kormányhivatalnak is, és most már konkrétan személyesen kértem mind a minisztériumot, mind a kormányhivatalt, hogy Paprika Tünde fegyelmi felelősségre vonását azonnal kezdjék meg. Tehát ez most már így tovább nem megy, hogy tologatom meg, csinálj már valamit, meg old már meg valahogy, nem megy. Tehát világossá kell tenni, hogy ennek a cirkusznak itt most véget vetünk, és bizony el kell kezdeni vizsgálni Paprika Tünde személyi felelősségét. Tehát az, hogy ugye van egy IH, egy ideiglenes hatályú elhelyezés, ami pontosan tudja, hogy ez fiktív, tehát ténylegesen nem történt meg. Majd most meg elkezdi vizsgálni, hogy meg kellett-e, hogy egyáltalán történjen, hogy vissza lehet-e helyezni anyukához a gyereket, akit egyébként soha nem is helyeznek onnan máshová. Szóval ez már tényleg olyan cirkusz, hogy ez Budapesten lenne itt, akkor bizony Paprika Tünde, mondom, nem csak fegyelmi alatt, de büntető eljárás hatály alatt is állna. Hát egyébként tudtommal áll is már, vagy legalábbis folyik a nyomozás, ugye a Pest megyei rendőrfőkapitányságon. Hát ugye, hogy büntetőjárás hatály alatt akkor áll hivatalosan, ha meggyanúsították, erről nem tudunk még, tehát hogy valóban megtörtént a gyanúsítása, de a nyomozás elkezdődött. Hát meglátjuk, hogy ez majd hogy alakul, mint alakul. Mindenesetre még egyszer mondom, tehát itt most már ugye az emberben az merül fel, hogy meddig lehet ezt még játszani.
Tehát ez az, amit önöknek egyszer mondtam, hogy ugyan nem Gyámügyben, de vidéken, Somogyban volt, azt hiszem, ott megtörtént az, hogy addig szórakoztak egy járási hivatalban egy ilyen közigazgatási dologgal, amíg ugye az érintett személy, ha jól emlékszem, talán erdész volt a delikváns, bement szépen ilyen favákó szekercével, és belecsapta az osztályvezető asszonynak az asztalába így közepébe. Így, itt az iratok. Egy órán belül megvolt a határozat, amire akkor már legalább fél évig vártak. Hát nem tudok mit mondani. Tényleg lehet, hogy ezekkel így kell bánni. Ebből értenek, másból nem. Tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim és látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak.